A Rio játékok első napjaiban a nemzetközi sportcsajtó is többször kiemelt egy budapesti sportegyesületet, amely immár 50 aranyéremmel járult hozzá az újkori olimpiák magyar sikertörténetéhez, és nem is titkolózom tovább, úgyis tudja mindenki, hogy a vasasról van szó, amelynek elnöke Markovics László a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát elnök úr, nagyon sok szeretettel gratulálunk ez az öt aranyéremhez, ez meg az egy ezüstéremhez. Ugye Szilágyi Áron hosszú katinka és száz révén jött össze ez az éremgyűjtemény, ez a klub mérleg egyelőre. Szokta böngészni reggelente az éremtáblázatot? Hát én figyelem az egész magyar csapatot. Tehát természetesen büszkeséggel tölt el, hogy a vasas ilyen sikeres, de az nem csak mi létezünk, tehát azért próbáljuk ezt a helyén kezelni most, nagyon jól kijött a lépés, a csillagok nagyon jól állnak, de, de ez a magyar sportról szól, és, és kíváncsian várom is, hogy, hogy más sportolók is hozzák azt az eredményt, amiért Dolgoztak az elmúlt évtizedekben, és jönnek most a kajakosok. Tehát szerintem ma már én úgy gondolom, hogy örülhetünk egy újabb aranyérennek. Akkor ezek szerint annak, hogy most már végre szülesse meg az első nem vasasos aranyérem is a, a magyar csapatban? Hát ez, 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 ez nyilvánvaló, hogy, hogy nem csak azért szurkolok, hogy a vasasos sportolók érjenek a csúcsra. Eh, ahogy említettem, ez a magyar sportnak a sikere. Eh, természetesen, még egyszer mondom, büszkeséggel tölt el, és ez nagyon jót tesz a vasas megítélésének de nem csak arról szól ez az olimpia, hogy most a vasas milyen eredményeket ér el, hanem, hanem, arról szól, hogy minél sikeresebbek legyünk, hiszen a magyar sportban rengeteg forrás jelent meg az elmúlt években, nagyon-nagyon sokan dolgoznak azért, hogy, hogy sikeresek lehessünk, tehát szerintem nem, nem, mindegy, hogy hogy sikerül ez az olimpia, és már ez az öt aranyérem, ez, ez azt, azt köszön vissza, hogy jó úton járunk, és hogy van, eredmény, van értelme a magyar sportba investálni és, és foglalkozni vele. Mit tud hozzátenni egy klub a, a sportoló eredményéhez, mondjuk, ha egy olimpiát nézzük? Ugye százszemesen nyert az első olimpiai aranyérmünket itt Rio de Janeiroban, négy évvel ezelőtt szilárd Áron, tehát egy uh -huh. másik vasas versenyző, akik egy adott napon tudták a legjobbat kihozni saját magukból. Ebben én azt gondolnám, hogy nagyon nagy szerepe van annak, hogy, hogy a hétköznapjaikat ők teljesen nyugodtan élhetik a, a klubon belül, és hát ugye a vasas család tagjai. Hát én úgy gondolom, hogy a, a klub is hozzátesz, de azért legyünk őszinték, tehát azért a, a, ezt az emberfeletti munkát, azért ezt ők végzik. Az őket segítő szakemberek azok, akik a szürke hétköznapokban végzik a munkájukat, tehát azért elsősorban ez az ő érdemük. Természetesen ez nem nagy képűség, de igen, mi is hozzáteszünk, tehát ha van egy nagy torta, akkor egy szeretet mi is beleteszünk ebbe a tortába és az, hogy az MSE, aki már 8 éve nálunk van, az Áron, aki saját nevelésű sportoló, ez külön büszkeséggel és örömmel tölt el, Hosszú Katinka esetében pedig abszolút reálisan látjuk, hogy ez itt az érdem nagy mértékben ott még jobban az övé. Mi abban voltunk, nem is szerencsések, hanem jó döntést hoztunk, hogy amikor a londoni olimpia után kevésbé sikeres olimpia után hazatért, akkor mi felkaroltuk őt, tehát segítettük a további pályafutását. Tehát úgy gondolom, hogy a Katinkánál kicsit tettünk hozzá, az ms többet, és az Áronnál pedig úgy gondolom, hogy sokat. Hát, vagy majd, hogy nem Hosszú a ugye azzal tettek hozzá, hogy, hogy teljesen szabad kezet adtak. Katinkának és Séntuszoknak ugye a londoni olimpia után. Igen, ebben is őszintének kell lenni, tehát az elején nem így gondoltuk, tehát mi is szerettünk volna még szorosabb kapcsolatot kialakítani velük, ahogy a többi sportolónál ez van, de, de egy idő után nekünk is rá kellett jönni és be kellett látni, hogy ők saját maguk akarják játni a saját útjukat, és el kellett azt fogadni, hogy, hogy ők ezt így szeretnék igen, ahogy te is említed, valószínűleg ez is egy jó döntésnek született, hogy mi aztán egy idő után erre pontot tettünk, és, és nagyon, nagyon leegyszerűsítettük a, a, az együttműködést, és hát az eredmények önmagáért beszélnek. És akkor ez egy, ez egy búcsú siker is, ugye ez a három arany és egy a hosszú katinka esetében, ami a vasas való kapcsolatban. Igen, készít. és, és ez jó is, hogy már az olimpia előtt a katinkáik ezt bejelentették, tehát itt még az olimpián vasas színekben éri el ezeket a gyönyörű fantasztikus eredményeket és utána pedig saját egyesületet alapítva viszi tovább azt a munkát amit ő, ő elvégez és én ahogy említettem szerintem ez egy teljesen jogos döntés az ő részéről, szerintem az egyik vagy tényleg az a sportról aki ezt megteheti és, és van a realitása annak hogy ő a saját karrierjét, egy saját egyesületét irányítsa a jövőbe. De valóban önök is illetve maga a versenyző is nagyon okosan felmérte, hogy ez, ez mindkét fél számára egy nagyon gyümölcsöző együttműködés lehet, hiszen hosszú Katinka kapott kvázi egy stabil hátteret, egy családot, hogyha ha úgy tetszik, a vasas meg, meg egy háromszoros olimpiai bajnok sportolót, és ugye nyilván a vasas színeiben érte elő ezeket az eredményeket, és aztán hát ezek az eredmények majd azért a sportfinanszírozásban visszaköszönnek itt a következő években. Igen, de sokan kérdezik, hogy hú, mennyi, hány százmillió forintot fog kapni a vasas ezen a sikerek után. Nem e, nem természetesen a forrásokra szükség van. Ha nincs pénz, akkor nem, nagyon, akkor nem tudsz sikereket elérni, hiszen akkor nem tudod azt a feltételrendszert nyújtani és biztosítani a sportolóid számára de itt direkt támogatás nem létezik, tehát mi hosszú katinka után nem kapunk egy-egy aranyére, mint egy XX millió forintot, hanem ez a sportági, minden sportági szakszövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság műhely támogatásában benne van, tehát minden szövetségnek van egy szempontrendszer, ami alapján elosztja azokat a forrásokat, amiket a tag egyesületeinek kíván nyújtani, és ebben természetesen súlyozza és figyelembe veszi az élsportban elért eredményeket, de nem jelenik úgy meg, mint egy sportolónál vagy egy embernél, hogy mondjuk egy aranyérem 35 millió forintot ér, nekünk is ez fog érni valamit. nem lehet számszerűsíteni, a de... majd utólag De ki. jelen pillanatban a, 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 kiemelt fővárosi egyesületek, azok most egy alaptámogatást kapnak a kormánytól, tehát igazán mi már korábban meglettünk ezzel becsülve, és nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a forrásokat a leghatékonyabban költsük el, és hát igenis eredményeket hozzuk. De nem véletlenül jöttem ma ebben a, ebben a pólóban, itt van egy vasas gyerekprogram, tehát azért arról se felejtsünk el beszélni, hogy ennek mi a hozadéka. Tehát a gyereksport, és úgy gondolom, hogy az a lelkesedés és az a motiváció, amit látok a gyerekek szemében, szerintem az is nagyon-nagyon fontos. Persze a kirakat, ha lehet így fogalmazni, az elengedhetetlen ahhoz, hogy, hogy, boldogok legyünk, hogy, hogy a magyarok szurkolhassanak, és, és hogy mondja öröm legyen az, hogy is büszkék lehessenek ezekre az elért eredményekre, de szerintem hasonlóan fontos az, hogy ennek a hozadéka, tehát hogy a, hogy a gyerekek mondom hihetetlen lelkesedéssel és motivációval mennek le a terembe, saját gyerekeven érzem, 5 és fél éves és kardoszik a tévé előtt, tehát hogy ennek van, van ereje. Van reméljük, hogy mert akkor őt is látjuk egyszer az olimpián, épp úgy, mint ahogy az édes is kétszeres Igen. olimpiai bajnok. Arra lennék kíváncsi, hogy ön hogy élte meg ezeket az eredményeket. Gondolom, komoly alvás deficittel küzdön is, mint úgy általában a magyar lakosság. Uh, élőben nézte a... Igen, a... igen természetesen. Igen, igen. Van, és... mikor azért az ember egy kicsit úgy <laughs> próbálta, hogy tehát fennmaradni de, de, de figyelemmel kísértem hát hiszen én is nap mint nap ezért dolgozom, tehát ebben se mondanék tehát hazudnék, azt mondanám, hogy nem, nem számítana számomra is ez a teljesítmény, hiszen a munkatársaimmal közösen nap mint nap azért dolgozunk, hogy ezeket az eredményeket elérjük, tehát hogy ne lennék ott úgymond jelen, ha csak a televízión keresztül is, amikor ezek az ez eredmények megszületnek. És mi volt az érzése a, a, a három aranyérmesünknél? Most a, a, az első gondolatára lennék kíváncsi, amikor, amikor szemese bevitte az utolsó túlst, amikor hosszú katinka becsapott, vagy amikor szilágyi ára nyert, mert nyilván három különböző életpályán Erről beszélünk, ahogy ön is mesélte, pedig mindegyikükkel nyilvánvalóan személyes kapcsolatot ápol. Igen, igen, és hogy említettem, valakivel szorosabb, valakivel úgymond kevésbé, vagy többször találkozom, valakivel kevésbé, találkozom, de itt a lényeg az, hogy elsőre ők jutnak eszembe. Tehát amit, az a munka, amit ők beletesznek, úgymond a szakemberekkel együtt, tehát itt is százszemes és kulcsárgyőző. Tehát, az, tehát hihetetlen, tehát négy éven keresztül, és nem csak négy éven keresztül, hanem évtizedeken keresztül dolgoznak azért, hogy a csúcsra érjenek. És az ms is, hát hány ezüstéren bronzérmet szerzett, és ez záhított aranyérem. Meg... Ez felnőtt aranyérem. Igen, tehát hogy, hogy ez nem mindegy, hogy esetlegesen a pályafutását nem fejezi be, de hogyha a pályafutását valamikor befejezi, akkor mégis úgy gondolom, hogy teljes képet adott neki, tehát aranyérem egy olimpiai bajnoki aranyéremmel befejezni egy pályafutást, azért az nem, nem, mindegy. Áronnál pedig a címvédés az, azért az egy fantasztikus dolog, hogy valaki négy évvel később meg tudja védeni a címét, és, és, a második aranyérmét tudja nyerni. Hosszú katika esetében pedig úgy gondolom, hogy az fantasztikus az, mint az elmúlt négy évben produkál, tényleg ő, ő papírforma szerint nagyon-nagyon esélyes volt, tehát mindenki elvárta tőle úgymond az aranyat, de úgy gondolom, hogy, hogy, hogy még azt is felülmúlta, tehát az, hogy három arany egyezőst, azért az hihetetlen. És a vasas szempontból pedig, ahogy említettem, összeállt. Tehát minden a három műknak meg volt az esélye arra, hogy külön-külön érjenek, térjenek haza, de hogy ez egyben összejött, az ez a, ez a fantasztikus ebben a térjünk még vissza egy kicsit, hiszen uh, olvastam a, a, a véleményét, ugye, amikor megnyerte Szilánjáron a, a második olimpiai aranyérmét, amely az 50. volt a, a Vasas történetében, és uh, ha jól emlékszem, akkor úgy fogalmazott, hogy sorszerűnek nevezte, hogy éppen egy saját nevelésű versenyző érte el a, az 50. aranyérmet. Jól gondolom, hogy ha mondjuk lenne egy klub olimpia, akkor, akkor szilánjáron vinné a, a piros-kék zászlót is? Hát ma biztos, hogy ő minél. De azért fantasztikus sportolói voltak a Vasasnak, tehát hihetetlen generációkkal rendelkezik, és 105 éves klub 50 olimpiai arannyal elképesztő sportolókkal, és, és nagyon jó közösséget alkotva, tehát ezért is mondtam a győzelme után, hogy azért volt nekem ez egy különleges érzés, mert természetesen az ms nek is nagyon örültünk, a Katinkának is nagyon örültünk, de úgymond ez volt habatortán, tehát ez volt az a, az a pont, amikor úgy éreztem, hogy ténylegesen magunkénak tudjuk érezni ezt a, ezt a kiváló eredményt. Tehát, hogy tényleg ötödik napon, ötödik arany és az ötvenedik a vasas történetében ez egy fantasztikus érzés volt, és, és tényleg, ahogy te is említetted, egy saját nevelési sportoló élt el, tehát ez nem véletlen, és akkor ezt hangsúlyoztam is, hogy szerintem hiszek ezekben a dolgokban. Volt egy ilyen személyes jóslat az olimpia előtt, hogy, vagy, vagy egy ilyen vágya, hogy hány aranyérmet szeretne? most pontjuk le csak a saját veszemzőt. Szerintem ezt is többször hangsúlyoztam, hogy, hogy a maximumot kell egy sportolónak kihoznia, nem az, hogy kell, szeretném, hogyha kihozna, mert ha kihozza magából a maximumot, akkor szerintem már függetlenül, hogy milyen eredményt ér el, úgy jön haza, hogy azért megtett mindent. Akkor nagyon szomorú, és akkor biztos, hogy hogy nem egy jó érzés úgy hazatérni, hogyha valami jogból kifolyólag nem tudta ezt a, ezt maximumot kihozni magából, az egy rossz érzés lehet, hogy az ember dolgozik éveken keresztül, ott van egy adott pillanatban, és valami jogból kifolyólag nem tudja magából kihozni ezt, az egy rossz érzés lehet. Nem, nem kezdtünk el számolgatni, hogy most hány arany. Most is úgy érzem, hogy, hogy jönnek még aranyak, és jönnek még elsőségek, ahogy említettem a kajakosoknál, nagyon nagy a, a lehetősége. Ja, a vasasos versenyzőktől mit vár még ugye Sasti Mariana? Sasti Mariana még van, és ő, 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 őnek is személy szerint nagyon drukkolok, mert vele is nagyon közeli a kapcsolat. Tehát ő az, a, ő az, az egyik olyan sportolónk, akivel majdnem, hogy nem az, hogy napi szinten, de, de ha bármilyen gondja van, akkor, akkor mi azt meg tudjuk beszélni, tudunk neki segíteni, és érzem rajta, hogy neki ez jó eső érzés, tehát neki is nagyon drukkolok. És hát nál van még a négyes egységben Kugler Attila, aki, aki bizonyíthatnak ki még, tehát, tehát még van két vasas érdekeltség, de ahogy említettem, ez a magyar csapat, tehát mi a magyar, magyaroknak drukkolunk és hát a hátralévő hat napban még lehetnek szép eredmények, és akkor még ugye arról nem is beszéltünk, hogy a Vasas átvette a vezetést a labdarúgó egyben, de majd azt hiszem, hogy a szezon során lesz még erre is lehetőségünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást.